A himnusz közös eléneklésével vette kezdetét napkoron a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján tartott megemlékezés, február 25-e. Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 1947-ben ezen a napon a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok letartóztatták, és a Szovjetunióba vitték, ahol 8 évet töltött fogságban. Először a Gulágon, majd 1951. szeptember 25-től az Állambiztonsági Minisztérium moszkvai központi börtönében. De nem csak ő lett a kommunista diktatúra áldozata. Kötelességünk mindenféle totalitárius rendszer áldozatairól megemlékezni. A Magyarországgyűlés is így gondolta ezt, amikor döntött arról, hogy február 25-e a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk számára, ma élők számára kötelesség. Szabolcs-Szatmár Bereg megye, mint az egykori Szovjetunióval határos megye, különösképpen megszenvedte ennek a rendszernek az elnyomó és kegyetlen voltát, hiszen a megyénk erősen a többi megyéhez képest is, az ország többi részéhez képest is sokkal nagyobb számban volt érintett az innen elhurcolt emberekben, akik sajnos jelentős számban nem tértek vissza. A legújabb kutatások szerint 700 ezer magyar embert hurcoltak el különböző munkatáborokba, közülük mintegy 300 ezeren soha nem tértek vissza. Köztük vannak azok a megyénkbeliek is, akiket Málenki robotra hurcoltak el. De a hazatérők számára is maradt teher a hallgatás. Sokaknak nem csak az egészségét, de egzisztenciáját és egész életét tette tönkre a rendszer. Nem hiszem, hogy van olyan család ma Magyarországon, akit nem rázott meg ennek a kornak a szelleme, és nem hagyott nyomot a család történetébe. Hiszem azt, hogy minden magyar tudja, hogy mit is jelent, amikor a kommunista diktatúra áldozatai egyik napról a másikra eltűntek, vagy a teljes egzisztenciájuk lett semmivé. Én azt gondolom egyébként, hogy ma a fiatalságnak tudni kell, hogy nem lehet olyan diktatúra, nem lehet újra olyan kommunista szellem sem a világban, sem pedig Magyarországon, ami miatt ez megtörténhetne még egyszer. Tehát talán a legfontosabb az emlékezés és az emlékeztetés, hogy még egyszer ez ne fordulhasson elő. A megemlékezésen a Mandala Dalszínház művészei is közreműködtek. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján tartott rendezvény a szovjet gulág táborokba hurcolt honfitársak emlékművének koszorúzásával ért véget.